láttam urad házát, és öledbe urad asszonyait. Rád bíztam Izrael házát és Júda házát. S ha ez még kevés lett volna, sokkal többet is adtam volna neked. Miért vetetted hát meg az urat? Miért tettél olyat, ami gonosznak számít az úr szemében? Kard által elveszítetted a hetita Uriát, hogy elvehest feleségét. Igen, elveszítetted őt az ammoniták kardja által. Nos, a kard sose fordul el a házattól, amiért megvetettél, és elvetted a hetita Uriától a feleségét, hogy a te asszonyod legyen. Erre Dávid így szólt Nátánhoz. Vétkeztem az úr ellen. Nátán ezt válaszolta Dávidnak. Íme, az úr is megbocsátja bűnödet, s nem halsz meg. Ez az Isten igéje. Azonban most még testedben élek, Isten fiának ítélkezésében.
Úr legyen veletek! Az evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van, vendégségben, alabástromedénybe illatos olajat vitt, megállt hátul Jézus lábánál, sírt könnyeivel öntözte Jézus lábát. Majd hajával megtörölte és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal. Ennek láttára vendéglátó farizeus így szólt magában, ha ez próféta volna, akkor tudná azt, hogy ki és miféle, aki érinti őt, hogy ez egy bűnös nő. Jézus akkor hozzáfordul, Simon, mondanék neked valamit. Az így válaszolt, Mester, beszélj! Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik 500 dinárral tartozott neki, a másik 50-nel. Nem volt miből megfizetni ők, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szerette most jobban az urat? Úgy gondolom, az, akinek többet engedett el, felelte Simon. Helyesen feleltél, válaszolta. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz, látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nékem, ez meg szüntelenül csókolgatja a lábamat. Mióta csak bejött, folyton. Azután te nem kented meg a fejemet olajjal, ez meg kenetet öntött a lábamra. Azt mondom tehát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret. Aztán így szólt az asszonyhoz, bocsánatot nyertek bűneid, menj békével, de többé ne védkezzél. Ezek az evangélium igény. Isten adta, és ő szabja meg mindenkinek, hogy mikor veszi el a földi életet valakitől, és kijut az Isten országába. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, mondotta az Úr Jézus az apostolainak igazul. És amikor fölmentek a mennybe, azt mondotta nekik, hogy ő továbbra is onnan is könyörög érettük a mennyei atyához, hogy a hitüket megerősítsék, az Isten útját járják, és le ne térjenek arról. Kedves testvérek, az élet tele van problémával, és sokszor az ember keresztény módra nem, hogy segítene a másik baján, ha rászorul valamire, vagy jó tanácsra, vagy egy igaz szóra legalább, és nem adjuk meg mindig annak a másiknak. Most testvéreim, az Úr Jézus elvárja a keresztényektől, hogy keresztény módon éljenek, jó példát nyújtsanak mindenkinek, aki közömbös, aki talán nem is Isten hívő. És ez másként nem történhet, mint az Úr Jézus mondotta, parancsba hagyta, szeressétek
kellene, hogy jellemezze a keresztény hívőket. Tartozzanak is bárhová, egy közösségben vagy netán más módon imádják az Isten, akkor is, sőt, Krisztus parancsa az, hogy szeressétek még az ellenségeiteket is. És sokszor ez erősen minden fegyvernél, amikor az ellenséggel jót teszünk, segítünk neki, figyelmesek vagyunk iránta, és így próbáljuk igaz útra vezetni, amely Istenhez és az örök boldogsághoz vezeti az embert. Ó testvéreim, az élet problémái között van, többek között most az, hogy a héten szépen készültem a mai ünnepre, és hát leírtam, nem mindig szoktam leírni, és csodák csodája, a papírt nem találom. Különös dolog ez. De hát végeredményben az Isten szeretete nem a papírokon múlik, hanem az igazi keresztény élettől. Keressétek elsősorban az Isten országát és az ő igazságát, mondotta az Úr Jézus. És én megenyhítelek titeket. Mennyire rászorulunk a mindennapi életbe, az enyhülésre, a segítségre, a megértésre, amikor olyan problémáink adódnak, amit nehezen tudunk egyedül elviselni. Egyedül nem élhetsz, másra vagy utalva. A verses kötetemben van egy ilyen versem. Társas emberek vagyunk. Hiába próbál valaki mások segítsége nélkül élni, berendezni az életét, az nem lehetséges. Közös az életünk, közös a sorsunk, a Jóisten adja meg mindnyájunknak, hogy közös legyen a sorsunk majd az Isten országában is, úgy éljünk, hogy méltók legyünk mi erre. Lehetünk más módon, hogy imádjuk az Isten, de eddig az Istent imádunk valamennyien, legalábbis a hívő emberek, akik tudják, hogy a világ nem magától lett, hanem Isten teremtette. Senki más nem tud semmiből valamit csinálni, teremteni, létrehozni, egyedül a mindenható Isten, az Atya, aki teremtette a világot, a Fiú Jézus Krisztus, aki megváltotta életét feláldozva a keresztfán, hogy minket a bűneinktől kiengesztelve a mennyei Atyát, a kárhozattól megmentse. Legyetek mindig hűségesek a jó Istenhez. Jó testvéreim, én az életben annyi éven keresztül sok nehéz helyzetben voltam, és úgy éreztem, hogy már nem lesz kiút. És akkor arra gondoltam, hogy Istenem, rád bíztam a sorsomat. Te intézd azt, mert tudom, hogy sokkal jobban intézed, mintha én intéznem. Isten a mindenható, mindnyájan az ő gyermekei vagyunk, tehát Istenre kell hagyatkoznunk jó és bár sorsban egyaránt, és akkor remélhetjük, hogy az igazi jutalmat az örök boldogságba elnyerhessük. Jó testvérek! Az ember élete véges. Ma vagyunk, holnap semmivé lehetünk. Történnek az életben olyan események, most nemrég is, hogy olyat kellett eltemetnünk, akit az autó ütött el. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Estote parati, legyetek mindig készek. Újra hangsúlyozom, ez a nagyon fontos az földi ember életében. Te benned bíztam, Uram, soha meg ne szégyenüljek. Ezt énekeljük a háládó énekben, a Te Deumban. A gondviselő Isten irányítja a mi sorsunkat, de nekünk az Isten útját kell járnunk. Aki erről az útról letér, elbolyom, és nem találja
készülnünk kell erre mindig szem előtt tartani, és az élet útját úgy járni, hogy le ne térjünk az igaz útról, el ne kévejegjünk, el ne bolyongjunk, hanem teljesítjük az Isten akaratát mindig, mindenben. Azt akarna, amit te akarsz, Uram, abban segíts engem. Nos, én mondhatom, hogy az életem folyamán, ha mindjárt nem is vettem észre mindig, de rájöttem, hogy a gondviselő Isten sok olyan helyzetben segített rajtam, amikor már reménytelen volt az élet. A tanulmányok folytán is voltak nehézségek. Voltak megértő professzorok, előadók, de voltak olyanok, akik szigorúan vettek, és a szimpatikusokat segítették, aki pedig nem volt előttük kedves, az pedig elhanyagolta. És az Isten előtt mindnyájan kedvesek vagyunk, ha Isten útján járunk. Azon az úton, amely egyedüli az igazi boldogságot. Testvérek, szeressük hát egymást, Isten azt kívánja tőlünk, de elsősorban az Isten kedvére, először tehát az Isten, az ember testvéreinket, a családtagjainkat, és még az ellenséget is. A szeretet a legnagyobb érték a világban. Isten is maga a szeretet, úgy tanultuk, úgy tudjuk. A szeretet tehát az összekötő erő az emberek között, a közösségben, a családban, a munkahelyen, az iskolában, és mindenütt, ahol megfordul. És ha a szeretet hiányzik, szétbomlik minden, értéktelenné válik. És ugyanakkor történhet az életben mindig velünk váratlan dolog, sőt, beköszönhet a halál is, de ha szerettük az Isten embertársunkat, ha őrizkedtünk attól, hogy a Jóisten megbántsuk súlyos nagy dolgokban, tehát ezt úgy mondjuk, hogy halálos bűn, a halálos bűn, amely az embert elszakítja az Istentől, és amíg meg nem bánja, meg nem tél, addig nem Isten gyermeke, és nem juthat a mennyek országába. Ismerjük Szent Pálnak az útját, élettörténetét, hogy ő volt az, aki üldözte a keresztényeket, ő vezette őket, hogy fogságba vigye, megkötözze őket. És akkor egyszer csak valami rendkívül beszélte. Saul, Saul, szólt hozzá az Úr. Mit akarsz, Uram? Mondotta. Miért üldözöl engem? És Saul leborulva Istentől elfogadta, hogy a büntetés az volt, hogy vakságot kapott, nem tudott egyedül tovább menni. Rászorult másokra. És amikor a bűneit megbánta, akkor újra visszaállította Isten, hogy egészséges legyen, de hűségesebben szolgálja az Isten, mint eddig tette. Most testvérek, mi is bízunk a gondviselő Istenbe, hogyha jót akarunk, jót teszünk, ha az Isten útján járjuk, a szeretet előttünk a legnagyobb törvény, akkor remélhetjük, hogy minket a szeretet Istene befogad az ő országába, mint Istennek kedves, jó gyermekét. Jó testvéreim, sok probléma van az életben, és sokszor váratlan dolog. Erre a szép ünnepére készültem, egész héten mindig valami kedves gondolatot elővettem. És sokszor van így az életemben, hogy feledékenységben sok minden van, de itt már nem feledékenység, hanem ez valami rendkívüli dolog, hogy éppen erre vigyáztam, erre készültem, és ez nincs megengedve. De hát sokszor nem kell a papír, hanem a szívből jövő, igaz szó, az Istenben való remény, hogy ő a megtérő bűnösöknek is szívesen,
és akik pedig vele kapcsolatban vannak, mindig meghallgatja, megsegíti őket. Uram, légy velem, kérjük a jóságos Jézust, és én is azzal fordulok most hozzá, akinek a szolgálatába álltam egész életemre. Szegény édesapám, annak idején azt mondtam, fiam, hetedik vagy a családban. Méltó, hogy te tovább tanulj, és ha jó Isten úgy akarja, az Isten szolgálatába légy. És sikerült, Komáromban elvégeztem a gimnáziumot, a teológiát, a főiskolát, Pozsonyban kezdtem, aztán a határ megváltozott, Esztergomban voltam egy évig, ott folytattam, és utána pedig egy év után Rozsnyóra kerültem, és így a Rozsnyói Egyház megyébe szenteltek Isten papjává, és attól kezdve itt kell hűségesen szolgálni, ahova gondviselő Isten állított bennünk a híveknek az üdvösségében. Minden embernek megvan a maga nehézsége, terhe, meg nem értés, alázatosság hiányában a gőgösség. Az ilyenek emberek elveszik sokszor az ember kedvét, de gondolni kell arra, hogy az igazságos, a jóságos, a mindentudó, a mindenható Isten lesz a bíránk, és ha netán elküljön az az utolsó percnek utolsó órájában, akkor is nyugodt lélekkel bízhatjuk magunkat a gondviselő Istenünkre, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Nem árt most megemlíteni azt, hogy valaki hiába volt jó keresztény. Van egy régi mondás, még legetis estin seudei ale nunti sei. Görögül, mikor tanultuk ezt, megjegyeztem egész életemben. Ne azt kérdezz, hogy ki voltál, hanem most ki vagy. Most, amikor az Isten kell szolgálnunk mindnyájunknak keresztény módon, mert ha nem szolgáljuk az Istent, és így ér bennünket valami halálos betegség, vagy éppen szerencsétlenség, akkor csak egy reményünk lehet, hogy az sok érdem, amit tettünk a jó Isten nevéért, kedvéért, gyümölcsöző lesz számunkra, de ha így úgy halunk meg, hogy súlyos, halálos bűn terheli a mi lelkünket, akkor nem nyerhetünk bocsánatot. Az érdemet a földön kell megszerezni, hogy a mennyországba jutalmat elnyerjük. A teljes Szent Háromság egy Isten, amelyben hiszünk valamennyien keresztények és keresztények egyaránt, ő a Szent Háromság egy Isten, az Atya, a Jóság, a Teremtő, Jézus, a Megváltó, és a Szentlélek Isten, aki segít bennünket, óv bennünket naponta a földi küzdelmekben, hogy valahogy átviseljük azokat, vészeljük, és akkor remélhetjük azt, ha így hűségesen szolgáljuk az Istent jó és bal sorsban egyaránt, hogy Isten megsegít bennünket a halálunk óráján. Nálunk, katolikusoknál megvan az a szokás, amikor valaki súlyos beteg, a Szent Kenet szentségét adjuk föl. A lelki atya imádkozik fölötte, meggyógytatja, hogy megszabaduljon a bűn terhétől, és tiszta lélekkel mehessen, jelenhessen majd meg a más világon, ha Isten úgy rendeli, de ugyanakkor nem jelenti azt, mint sokan gondolják, hogy feladta a lelki atya betegek szentségét, majd meg kell halnia. Az életben volt olyan esetem, hogy az illető nem volt hívő keresztény, de amikor a halálos ágyon feküdt, akkor döbbent rá, hogy Isten nélkül nem lehet írni, legfőképpen nem lehet az Istent
gyermekeket úgy nevelték, a mi falunkban legalábbis olyan kántor tanítóink voltak, akik megtettek mindent, hogy a lelki életet szolgálják, hogy a gyermekeket jóra neveljék, erkölcsös, becsületes életre és a kölcsönös szeretetre. Most ez a tudat vezérelt engem annak idején, amikor az édesapám kívánságára, mert végeztem a tanulmányaimat, a gimnáziumot Komáromba, aztán Pozsonyba, egy évet a főiskolát, a teológiát úgy mondjuk, és utána Rozsnyóra kerültem, bizonyos nehézségek voltak, határ megváltozott, és a itteniekkel nem fogadtak olyan türelemmel, szeretettel, mint ahogy kellett volna sajnos a magyar testvéreim. Testvéreim, tanuljunk mi ebből, hogy beszéljük meg mindig egymást, szeressük az Istent mindig, ne csak akkor adjunk hálát, amikor valamit elnyerünk, ha úgy egyáltalán van ilyen. Amikor az Úr Jézus meggyógyította a 9 bélpoklost, akkor a következő dolog történt. Visszajöttek meghálálni, megköszönni, mikor már meggyógyultak, megtisztultak. Menj, gyógyulj meg, és szolgáld az Isten gondolattal. És Úr Jézus azt mondotta, amikor látta, hogy egyedül jött, hol van a többi 9, mert 10 voltak. Azok nem szorultak rá, hogy megköszönjék a jó tettet, hogy megtisztultak, hogy élhetnek tovább, hogy az Isten szolgálhatják tovább, és így remélhetik az öröki, az igaz boldogságot. Most testvérek, sokszor mi is így vagyunk az életben. Megkereszteltek bennünket, de elfelejtjük, hogy akkor fogadalmat is tett a nevünkben a keresztmama, szülők és többiek jelenlétében, hogy Istennek hűséges gyermekei leszünk. És hányszor elpártolunk a jó Istentől. Dönteni kell a földieket elsőnek venni, vagy pedig a léleknek a megmentését. Most testvéreim, kérjük most a mai napon, amikor olyan kedvesek, hogy az ünneplésben részt akarnak venni, akik itt megjelentek, hogy adjon erőt, adjon kegyelmet, mert Isten nélkül semmit nem tehetünk, vagy ő segíti a kegyelmet, hogy hűséges gyermek módjára éljük a földi életet, és akkor nyugodt lélekkel várjuk a gondviselő Istent, hogy intézze a mi sorsunkat, mennyit szánt nekünk, hány esztendőt, hány órát és hány percet. Ha ezt megtesszük, akkor vagyunk igazán jó keresztények, keresztények, és akkor remélhetjük azt, hogy a jó Istennél elnyerjük a jutalmat, mint hűséges gyermekek. Amen.
Krisztus Pétere bízzák anyáját. Rábízzák a legeltetést, az őrzést, a beteg juhok ápolását, s védelmét is, a tolvajoktól és a vadaktól. A mi lelki pásztorunk is Krisztus apostolaként folytatta a rábízott nyáj terelgetését, gyógyítását, védelmét, tehát őrzését. Honnét is indult el egy pásztor közé. Nem fényes úri házból, nem palotából. Szerényföld üves család hetedik gyermekeként látott napvilágot. Gyermekkorát szülőfalujában az érsekújvári járáshoz tartozó Bárton a Garam mentén töltötte. A komáromi Benfés gimnázium elvégzése után tanulmányait a Pozsonyi Komenszki Egyetem teológiai fakultásán majd Esztergomban folytatta. Szentelték pappá 1942-ben. Élete első állomása Somoskői falu volt, majd Losonc, Limaszombat, Stóz. Innét érkezik közé 1948 szép tavaszán virágvasárnapján. Kicsérünk ekkor még magam viselte a második világháború szegénységét, mély nyomát. Isten szentelke munkálkodik általa a mi egyházunk. Teremtő Úrunk mindenkori üzenete a Bibliában megírt Isten ige általa jutott el minden katolikus családban. Svár, megtartó, elővé, lelki eleve. Mert nem csak kenyérrel ír az ember, hanem is.
érte teremtő Urunk áldását munkánknak és életünknek. Most közeledő 80. életéve és nyugdíjban vonulását mesdéje elérkezett az a nap, az az óra, amikor a nyáj legeltetését abba kell hagyni. A test pihenni vágyik, noha a szellem még működik. A jó pásztor felett elsomáltak az évek. Nem küldött az Isten világos rendet, népeket kiforni,
nem az emberi erő, az ügyesség, a képesség, hanem Istennek az irgalma, az ő kegyelme, amelyik megtart, amelyik megerősít bennünket, amelyik képessé tesz bennünket arra, hogy végezhetjük azt a szolgálatot, hordozhatjuk azt a terhet, amit a válainkra bízott ránk, az megbízó Úrunk, amikor szolgálatba küldött bennünket. Hálát adunk az Úrnak. Hálát adunk Istennek. Azért, ha itt közöttetek el, hogy nagyon érzik ezt szemünk. Nem az ember akarjuk magasztalni és dicsőíteni, hanem Istennek adjuk hálát, és ő neki köszönjük meg, hogy adott az ő szívében olyan hűséget, olyan szeretetet irányítva, olyan megbecsülés, hogy végezhetett az ő szolgálatát. Tudom, hogy nem volt könnyű ez a szolgálat. Nem csak örömökre voltak bármikor is, nem csak jó voltak rosszabbak is. Voltak nehéz helyzetek és körülmények is, mindenkor kapott volna előrőgődőt, előrőgődést, segedet. Sokszor talán még az érvés próbéta kiállása is elfogadta az időt, elég már jövett. De Isten mindig mellette áll az ő szolgájának, az ő gyermekének, és táplálta őt a kénk alapjáról is. És azt a terített számára akkor is, amikor minden reménytelennek látszik. És küldött számára mindig életeket, barátokat, még az ellenséget csodálatot is, amikre nem is gondolt, vagy amikre nem is várt. És jól tudom azt is, hogyha talán nem is olyan sok, de azért kevésre, örökös ebben a szolgálatban. Mert mindenkor éreztette a felénye állandó szeretetnek a melegét, az emberi szívet. Addig tudott szolgálni, akiknek élt, akkor, amikor lehajolt a kicsinyeket, megsírodott a kicsinyeket, akkor is, amikor az elesetteket fölemelte magához ölelte, akkor is, amikor könnyeket görögtem, sírót szedtem. Vagy amikor gyászolókat mindasztalt meg az ő pártam. Mindig feléje áll a megbecsülő szeretet. És ez a szeretet, ahogyan hallottuk is, nem múlik el soha, hogy te mindenet, minden megváltozik, csak a szeretet az, amely örökre megvált. És mi hiszük azt, hogy az a szeretet, amely most elítélt van a szívetekben, ezután is élünk hozzuk. Mi irányban. Mi irányban. Tőle. Mint legyen hála Istennek azért, hogy itt lehetett közöttetek, közöttünk, hogy szolgálat is minket. És becsülettel mindig megállt a helyét ott azon a poszton, ahova Isten állított, amikor védte itt magyarságunknak, védte az embert, amikor segített, támogatott, amikor mindenben a községben és odaállott. Legyen hála Istennek mindenre. Csak annyit kérünk, hogyha el is távozunk közülünk, hogyha már nem is lesz olyan kedvesek, ha nehezebb is lesz már a járás, de a szívében mindig érvényes az az érzés, hogy ez a szeretet a távolból is mindig kísérődő, mindig körülbelül, mint ahogy az egész is körülbelül.
éven keresztül szolgálunk ebben a községben, is a mi Urunkat. 30 éven keresztül szinte minden héten, minden vasárnap találkoztunk. Sokszor mellőzünk egymást is. Te is szolgálatba mentél, vagy szolgálatból jöttél, és én is. Mindig testvéri szóval, testvéri bókkal köszöntöttük egymást, ahogy az Krisztus szolgáihoz illik. Én most őszintén sajnálom, hogy az évek elteltek, és te, mint a szolgálatban hűséges munkatárs, most már befejezed lelki pásztori munkásságot. Csak remélni mered, hogy egy hozzád hasonló, meleg szívű pásztor foglalja el itt majd a szolgálatban a helyedet. Én most a búcsúzásnak ezekben a perceiben az Úr Jézus szavaival biztatom ezzel. Azzal az igével, amellyel megboldogult néhai püspököm dr. Varga Imre, a lelkészé szentelésénkor kézreátétellel feláldásával. Úgy gondoljuk, hogy bőrfordításunk szerint ez így hangzik. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten gyermekeit neveztek. Már élők érkeztek. Te, kedves János bátyár, túlzás nélkül elmondhatjuk, te békét teremtettél itt, a szántalmás, a római katolikus és a református gyülekezet között. És az együtt töltött évtizedek során mindketten arra törekedtünk, hogy a békesség útján járjunk. Ebben a mai feszültségekkel teli világban iszonyatosan nagy szükség van az emberek egymás közötti tiszteletére, egymás közötti jó viszonyára, emberek közötti békessége. Információm szerint a szántalmás községe téged tiszkodára. Hiten szerint a te neved nem csak itt szántalmáson került bele a község krónikájába, de a te neved, ami ennél sokkal fontosabb, ott van fölírva az élet könyvében is. Szívemből kívánom, hogy a kegyelmi időt, amelyet az Úr ad nekünk, adjon egészséget, adjon békességet, őrizze meg a szívedben azt a lángoló hitet és reménységet,
Békességet teremteni csak úgy lehet.